Hűlt helye már az omladozó vakolatnak, pergő festéknek és a régi nyílászároknak. Gipszkarton falak fabetétekkel, így fest most az egykori Cabernet fogadó, mely a hajósi pincefalu egyik, ha nem legikonikusabb épülete. Sokáig fogadóként működött, majd annak bezárását követően hosszú évekig üresen állt. Most látogató központként éled újjá, a felújítási munkák már a végéhez közelednek. A Cabernet fogadó borturisztikai és látogatóközponttá alakítása folyik a napokban. Belső munkálatok folynak már, a külső munkáknak a jelentős részén túl vagyunk. Ez területfejlesztési operatív programos forrásból nettó 180 millió forint értékben történik ez a beruházás. Szeptember végére az egész épület elkészülhet, jelenleg a belső munkák folynak, a fa burkolatok kerülnek fel a falakra. Mint megtudtuk, ezek fontos elemei lesznek a kiállításnak. Már a belső munkák folynak, már a fa felületek felszerelése és készítése történik, hiszen majd a kiállítási anyagokat ezekre a felületekre helyezik el a muzeológusok, művészettörténészek, belső építészek. Hamarosan megtörténik a jövő héttől kezdődően a padlóburkolás, itt egy speciális műgyanta burkolatot kapnak a belső helyiségek. A bútorok, eszközök beszerzése is folyamatban van már a polgármester asszony elmondása alapján, továbbá már a kiállítási anyag is összeállt, felszerelésre készen áll. Dolgoznak rajta a művészettörténészek, igyekeztek nagyon sok forrásból kiindulni, ami útmutatást adhat ahhoz, hogy bemutathassuk hajósnak és a hajóshoz tartozó borvidéknek, illetve a még tágabb környezetünknek is a szőlőkultúrához kapcsolódó múltját. Tehát nyilván itt a szőlő és a bor a fő vonal, a fő gondolat a látogatóközpont bemutató termeiben. Előre láthatóan így szeptember végére készül el a borturisztikai és látogatóközpont. A jövőbeni tervek közt szerepel az épület emeletén található szobák, szállások felújítása, illetve a hatalmas pincerendszer megnyitása is.